Obi-Wan kell cserélni, napot kívánok! Jó napot kívánok, a nevem Malcolm de Bird is. Beszélhetnék valakivel az értékesítési osztályról, aki tudja nekem segíteni. Milyen ügyben? Hát elmondanám röviden a történetet. Tegnap itt volt a barátom Gezmec Mirtil, és malmoztunk, és az volt, hogy állandóan csalt az ember. Csak azért mondom el, hogy megértse, hogy mi történt. Igen. Tehát én kimentem a konyhába, és ő állandóan a malomfigurákat odébb tolta, és azt mondtam neki, hogy még egyszer csalsz, akkor komoly problémái lesznek. Most csalt, és én akkor azt vettem maguknál a múlt egy szombaton hobbi betont. Igen. A 30 kilós hobbi betont, és mondtam neki, hogy még egyet csal, és akkor probléma lesz, és aztán volt neki problémája. Most a probléma az, hogy bebetonoztam a Gezmecnek a lábát vödörbe, és megkötött a beton. Most mit kell csinálni akkor, hogy kioldjuk a betont? A probléma az, hogy bedobtam őt a medencébe. Betonnal a vödör a lábában van, és bedobtam. Velem ne csaljon senki, mondtam neki, hogy ha csal, akkor gondja lesz. Elterjed a hír, hogy velem lehet csalni, akkor a magyar török baráti társaságban engem mindenki el fog verni, ezt nem akarom. Na most a probléma az, hogy nem tudom, hogy mit vegyek most, hogy kiszabadítsam ebből a vödörből. Pillanat. Halló. Halló, jó napot kívánok, Ahmed Bird is vagyok. Jó napot kívánok. Jó napot kívánok, érdeklődni szeretnék, hogy a betont mivel lehet felvágni, mert ez a baj, hogy a barátomnak, mondtam a kolléganőnek, barátomnak a lába benne van két darab betonbödörbe, be van a, vettem maguknál hobbi beton. Igen. És ezt mivel tudom kiszedni? Vegyek ilyen ezt a sarokcsiszolót, esetleg belerakunk fűrészlapot, vagy látom itt a lapjukban van 490 forintért a gyémántvágó korong. Azzal föl lehet. De a gyémántvágó korongot mibe rakom bele? Ja, hát nincsen ilyen vágó, ugye? Nincsen. Az baj. Az a baj, hogy nem műanyag vödörbe van, hanem fémvödörbe van a lába. Mit tudok csinálni ilyenkor? Volt egy kis viták tegnap, és bebetonoztam. Fémvödör, és benne van a hobbi beton. Én azt hittem, hogy ez a hobbi beton, ez olyan játékbeton, tehát nem igazi komoly beton. Tehát ez teljesen szilárd beton. Igen. Hát ez ugyanolyan beton, mint amit az utcán használnak az építkezés. Persze, ez olyan. Akkor miért hívják hobbi betonnak? Mert kiszerelésbe lehet kapni olyan 25-30 kilósba. Hát én vettem 30 kilót maguknál. Igen. Ilyen hobbi célokra vettem. Persze, azért írják így. De hát akkor ez mégis teljesen komoly, hát nem tud kijönni belőle, hát ez a szerencsétlen. Ez egy dolog, hogy én megbüntettem őt, de most már tényleg azért, ami sokasok, most már két napja be van betonozva a lába. El kell fűrészelni a vödröt. Jó, hát ezt kérem, látom, itt árulnak ilyen szúrófűrész, 7550 forint ár lesz elítve. Hát igen, az a másik osztályon van, az rossz helyre kapcsoltak. Aha, de az jó lenne? Persze, másik osztály, szertám osztályra. Szúrófűrész osztály? Igen. Jó, tehát ha olyat veszek, akkor szét tudom vágni a lábát. A lábát, biztos. Hát nem a lábát, a vödörből lábát. Vödöröt, igen. Jó, hát a lábát nem akarom szétvágni. Persze. Majd egyszer, ha kiérdemli, akkor szétvágom vele a lábát, rohadt anyának hülyének. Na jó, szertám osztályt, kérem, jó, köszönöm.